Kifejezetten erre a célra létrehozott online oldalakon lehet mindent megtudni a gyermeket nevelő szülők adóvisszatérítéséről. Az adóhatóság még a leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszok listáját is folyamatosan frissíti. Közel 2 millióan számíthatnak jövő év elején az idén befizetett személyi jövedelemadójuk visszautalására. Ezt Orbán Viktor szokásos pénteki rádió interjújában is megerősítette. Most az fog történni, az adóhivatal vissza fog adni 600 milliárd forintot. Ez egy hatalmas szám. A lehetőséggel azok a családok élhetnek, amelyeknél a gyerekek még nem töltötték be a 18. életévüket. Kivéve, ha ezt követően is közoktatásba tanulnak. A családi pótlékot fizetők automatikusan megkapják az idén befizetett adójukat. A kisvállalkozóknak pedig nyilatkozniuk kell a bevételeikről. Október 31-től lesz elérhető a NAV honlapján, és ezt a nyilatkozatot december 31-ig kell majd kitölteni és visszaküldeni az adóhivatalhoz. Aki december 31-ig ezt megteszi, ő is majd megkapja február 15-ig az adóvisszatérítést, viszont aki ezt a határidőt elmulasztja, ő már majd csak a saját személyi jövedelemadó bevallásában kérheti vissza az összeget. Az adóhatóság munkatársai már most elkezdtek dolgozni a jövő évi kiutalásokon, és a már említett online elérhető segítség mellett más módon is lehet érdeklődni a szakembereknél. Ha valakinek továbbra is van még kérdése, akkor a 18-19-es ingyenesen hívható NAV infovonalon teheti ezt fel, ott kaphat általános tájékoztatást a témában, és fontos, hogy e-mailben a NAV nem ad ki tájékoztatást, tehát hogy e-mailt a központi e-mail címünkre ne írjanak a témában. A visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020 decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz annak 15%-a lehet, ami 809 000 forint.